Az adventi ünnepkörhöz kapcsolódó, elsősorban egyházi énekek csendültek fel a református templomban. Az Egressy és a Szent Márton kórus, az Eszterházi énekegyüttes, valamint a városban működő két katolikus és a református gyülekezet énekkara már 9. alkalommal énekelt együtt advent első vasárnapján. 2008-ban kezdődött, akkor a feleségem Kálmán Zsuzsa, aki akkor még élt, ő kezdeményezte. Mi Amerikából jöttünk haza, és ott nagyon erős volt a ökumenizmus. Viccesen úgy szoktam mondani, hogy ökumánia, és a ottani kórusokban mindig minden felekezet volt, még református is, és mivel hál' Istennek 60-70 énekes összejön, úgyhogy csak a Szentkereszt templomba vagy a reformátusoknál tudjuk tartani, felváltva minden évben. Ez a 9., úgyhogy a páratlanok vagyunk mi, a párosak ők. Jövőre, ha Isten enged, akkor a 10. lesz. Az Eszterházi kórus, a Szentkereszt templomnak a kórusa, a Kapucinus kórus, a Szent Márton kórus és a Református Solidaeo kórus, ez 6. Úgyhogy a 6 kórus, mindegyik karnagy általában egy számot vezényel, mindegyik karnagy ajánl egy számot, hogy mit tanuljunk meg, és akkor azt mindjárt megtanuljuk. Vannak külön próbák kórusonként, de egymás próbáira is el lehet járni. Igyekeznek adventi számot, néha karácsonyi számot. Most azt hiszem az advent van jobban hangsúlyozva, de ez a választott műsor az nincs a kezünkben, mert minden karnagy hoz valamit.